Olvasókör a Civil Rádió FM 98 műsorában, hétfőn este 8-tól. Az Olvasókör a művészet, a művészek világát kívánja a hallgatókhoz közelebb hozni. A magas kultúra képviselői nem elefántcsontoronyban élnek, műveik megértéséhez különleges képzettség sem szükséges. Az Olvasókör bizonyítja, hogy a művészek ugyanolyan emberek, mint mi. Minden hétfőn 20 és 21 óra között a Civil Rádió FM 98-on ezt mutatják majd meg mindannyiunknak. Olvasókör hétfőn este 8-tól a Civil Rádió FM 98-on. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán. Kedves hallgatóim! Köszöntöm Önöket az Olvasókörben, a Civil Rádió művészeti és közművelődési hangtárában. Mai vendégünk Vámos Tibor akadémikus. Hogyan illik szólítani egy akadémikust, hogyan szólítják a barátai és a közeli kollégái? Én az intézetben mindenkinek Tibor vagyok, kivéve azoknak, akiknek Tibi bácsi. A rádióban nem tudunk születésnapi tortát adni, ezért a hallgatók nevébe is mondom, Isten éltesse a 90. születésnapján. Mivel ezen túl vagyok, tehát azon a napon túléltem. Azt a napot túléltem. A műsorunk elején megkérdezem, hogy az első ön által kiválasztott zenét miért választotta ki, és mi lesz az? Kezdjük Mozart-tal időben. Kezdjük. Igen. Melyik Mozart darabról van szó? Ez a Szimfónia koncertánténak egy tétele. És ez egy kedves zenéje? Azért esett erre a választás? Nagyon kedves. Szóval Mozart nagyon közel áll hozzánk, és nagyon sokakhoz. Mozart tényleg a zenében Bach mellett talán a legnagyobb. És sugároz olyan életörömet és ismeretet is, életismeretet is. Éppen most néztük meg a Così fan tutte-nak egy érdekes adaptációját. Pontosan mindig csi teszik tulajdonképpen. Mindig teszik, ami a párkapcsolatokról szól. Nagyon mélyen és tulajdonképpen maian.
az előételnek az a funkciója, hogy a vendégek számára vonzóvá tegye a következő ételt, a főétkezést. Ha ezt a műsornak, ezt a bevezető részét egy előételnek tekintjük, akkor ön mit választana előételnek? A műsorból? Az egy ételt, ami megelőzi a főmenüt, a ezután következő sokkal nehezebb kérdéseket. Igen. Tényleges előételnek valami jó spárgafilét gondolok. Ez igen. Igen. A többi meg itt kaptam egy kérdéssort számozva. Azt hiszem, menjünk végig a kérdéssoron. Menjünk végig a kérdéssoron. Az első, akkor a spárga előétel után az első nehezebb kérdés, hogy milyen tudományos előzményekre alapozta Neumann János, a számítógépek feltalálója, a számítógép felfedezését, vagy kitalálását? Hogyan kell ezt mindenképpen a kérdés nem jó, finoman mondva. A számítógépet nem feltalálták, sem felfedezték, hanem a számítógép, mint eszköz, hosszú évszázadokon keresztül fejlődött, virágkorában jelenleg tapasztaljuk, és nem Neumann nevéhez fűződik elsősorban. Neumannak nagyon jelentős hozzájárulása volt a számítógép tudományhoz, elsősorban a számítógépek már kialakuló és kialakult logikai struktúrájának, egy nagyon erős logikájú matematikai hátterű konstruálásával, számos gondolattal, amikvel segítette a számítógépek akkori és későbbi fejlődését, de Neumann nevéhez és Neumann működéséhez a számítógépeket elsősorban fűzni az hiba lenne. Mint mondtam, ez egy hosszú fejlődés eredménye. A Pascalra szoktak hivatkozni, egy német tehetségre, aki körülbelül ugyanebben az időben, talán néhány évvel korábban volt, és a továbbiakban pedig a 19. században Babbage-re lehet utalni, aki elsőként, vagy valószínűleg elsőként gondolta ki a programozásnak a lehetőségét, ami programozás lehetőségében ő főleg Jacquard-ra támaszkodott, a szövőszék programozásának a jogkártyarendszerére, annak szintén volt egy majdnem kortárs elődje, Vaucanson. Tehát ezek a gondolatok, amik összeadódtak, ezek hosszú idő alatt fejlődtek. Ez valóban több száz évre tehetjük. Babbage sose tudta megcsinálni a gépét. Most ebben a században, vagy körülbelül néhány éve, ha jól tudom, az IBM megcsinálta rekonstruálta, és kiderült, hogy működne. Ez egy sok tonnás, óriási valami volt. Egyébként Babbage az első gépét azt gőzgéphajtásra gondolta el. Hát nyilvánvaló egy mechanikus, és az óraszerkezetek analógiájára épülő valami volt. Számítógépek akkor kezdtek el virágozni, amikor ahhoz megfelelő eszközök alakultak ki, és elsősorban a félvezető technikára kell utalnunk, és a félvezető technikában megint nagyon sok olyan ágra, a szilárdtest fizikának, bizonyos mértékig már a kvantumelméletnek a alapozó eredményeire, olyan technikai eredményekre, amelyek a szubmikron elmozdulásoknak a mechanikáját voltak képesek megvalósítani,
olyan légtisztítási eredményekre, amelyek ezeknek a integrált áramköröknek az előállításában kulcsfontosságúak. Szóval azért soroltam föl csak egy néhányat, ennek óriási irodalma van, mert mondom, itt föltalálásról nehéz beszélni, Neumann-t egy kontextusban lehet erről ezzel kapcsolatban említeni, mint minden nagy eredmény valójában széles és korábbi alapokra épül, és ha megérnek a gondolatok, akkor pedig párhuzamosan nagyon sok helyen hasonló módon. Számítógép kifejlődésével akkor megértettük, hogy több száz évet kell szülőanyának tekinteni, azonban mikor vált a számítógép, mint egy tudományos fejlesztés eredménye, közvetlen a termelőerő részévé? Mikor kezdett el az emberi munkaeszközként, és nem egy tudományos produktumként működni? Ez körülbelül talán elkezdődött a 20. század 50-es éveiben. Mindenképpen erősen össze van kötve a félvezet, mint mondtam, a félvezető technikával, mert azok a számítógépek, amelyek csövekkel, rádiócsövekkel működtek, azok nagyon drágák, nagy terjedelműek, és főleg nem eléggé megbízhatóak voltak. Egyébként Neumannak egyik lényeges hozzájárulása volt a számítástudományhoz, a nem megbízható eszközök alkalmazása megbízható eszközök létrehozásában. Hogy ehhez a gondolathoz kapcsolódjak, nekünk csöves rádióink voltak az 50-es években, és szinte havi programot jelentett, hogy édesapámnak el kellett menni, és ki kellett cseréltetnie a lámpát a rádióba. A mai fejlődést pedig az mutatja, hogy egy úgynevezett okostelefonba nagyobb számítógép, számítási és információfeldolgozási kapacitás van, mint mondjuk a 10-20 évvel ezelőtti nagy úgynevezett központi számítógépekben, ilyenek működtek nálunk is az intézetben, amelyek teljes termeket foglaltak el. És hát roppant drágák voltak, nehezen hozzáférhetők. Ma meg a legszegényebb országokban, a legszegényebb rétegeknek is nincs elég ennivalójuk, nincs rendes fedél a fejük fölött, de okostelefonjuk általában van. A számítógépek több száz év alatt történt kifejlődése után a hálózat elméleti kutatások, ezek mérhetőek ilyen nagyságrendű felfedezésnek, vagy egy tudományos folyamat termékének? Hát jelentőségében nem lehet összehasonlítani. A hálózat elméleti kutatások megint visszautalnak a gráf elmélet matematikájának a hátterére, sok tekintetben valószínűségszámításra. Hát kész eszközök voltak azoknak a kezében, akik ezben híresekké váltak, mint Alberti például, de a hálózatoknak a számítási problémái a hálózatok jellegével kapcsolatos megfontolások, ezek, mint mondtam, a gráfelméletben legkésőbb a 19. században már megjelentek. Jelenleg a pártok igen nagy érdeklődést tanúsítanak a hálózat szervezések iránt, és ilyen értelemben Magyarországon is, akár a Tudományos Akadémián politikai prioritást vagy elsőbséget kapnak azok a kutatások, amelyek a hálózati kutatással foglalkoznak. Ez már akkor egy kifejlett eszköz? A pártoknak egy új munkastílusa, munkamódszere? Hát mindenkinek a munkamódszere.
akkor, amikor mi megbeszéltük ezt az összejöhetet, azt is a hálózaton csináltuk, hát az internet maga, az egy óriási hálózat. De azon kívül is az egész információs technika az hálózatokra épül. Egyébként a telefonia, amelyik már a 20. század hajnalán is bekezdte hálózni a világot, az egy hálózati rendszer, aminek a megfelelő szellemi hátterét az akkori információt technikusok, tudósok dolgozták ki. Tehát akkor a hálózat nem egy új tudományos felfedezés, ez mindig is része volt az életnek, csak most kerül a tudomány és a politika érdeklődésének a homlok terébe? Hát most megint ugyanaz, mint a számítógépekkel. Most jött el egy olyan technikai korszak, amikor a hálózatok mindenféle ügyben összekapcsolják az embereket. Így a természetesen a politikai, hatalmi, katonai hálózatok, amik már szintén korábban működtek, a hálózatok összes olyan problémái, amit ez a tömegesedés vet fel, a személy biztonsága, a magánéletvédelme, a terrorizmus elleni küzdelem, azok mind valamilyen mértékben hálózati kérdések. Az alapproblémák azok ahhoz vannak kapcsolva, hogy ezeket a hálózatokat hogyan lehet viszonylag gazdaságosan, nagy biztonsággal és az emberek számára hozzáférhetően megvalósítani. Nagy lépés volt a szociális, tehát a társadalmi kapcsolatoknak az internetre történő települése, ilyen elsősorban a Facebook, amit mindenki használ, de egy csomó ilyen van, a Twitter és egyéb ilyenek, amelyek lehetővé teszik, hogy bizonyos körök egymással közvetlenül érintkezhessenek, és mindazokkal a védelmi lehetőségekkel és egyéb körbezárási lehetőségekkel, amiket ezek a rendszerek szolgáltatnak, tudják nagyon jól szervezni a maguk tevékenységét. A kereskedelemnek egyre nagyobb része tevődik át hálózati szolgáltatássá. Általában a szolgáltatások területén óriási szerepük van. Körülbelül ennyit tudunk egy ilyen beszélgetésnél első gátára mondani. Hallgassuk meg a második zenét. Legyen Kurták. Miért választotta Vámos Tibor Kurták zenéjét? Mert mai zene. Azt hiszem, hogy a ma emberének meg kell ismerkednie a ma zenéjével, amelyik képes arra, hogy sok minden olyan dolgot elmondjon, amit a korábbi zenék másképp, más közönségnek, más füleknek készítettek. Kurták mellett világnagyság, Magyarország és a magyar kultúra az büszke lehet rá, ezért egy magyar zeneszerzőt választottam, ugyanakkor egyelőre sajnos nem eléggé népszerű, és nem abba az irányba fejlődnek a dolgok, hogy a Kurták minőség legyen a népszerű.
Vámos Tibor ül az Olvasókör műsorában, a FM 98 civil rádióban. A számítógépek beépülése a termelő és használati eszközökbe feleslegessé teszi a fizikai munkát végző emberek millióit? Így van. Így van, ez egy fokozatos fejlődés. Az én becsléseim szerint, amik nem különböznek másokétól, egy-két legfőjebb három generáció alatt ez bekövetkezik. Az tehát, hogy a számítógépekkel vezérelt robotmunka az olcsóbb lesz, megbízhatóbb, mindenképpen alkalmazandóbb, mint az emberi, akár fizikai, akár rutin jellegű úgynevezett szellemi munka. Ez a folyamat elkerülhetetlen, és súlyos problémákat vet föl. A számítógépek tehát fölöslegessé teszik az emberek millióinak a munkáját, akkor mi lép a helyébe? Mit kezd a társadalom, vagy mondjuk így a Föld egésze, és az abban lévő 200 állam azokkal a milliárdos nagyságrendben az emberekkel, akik képzetlenek, nincsenek, még számítógéphez se értenek? Az egyszerű válaszok általában azok, hogy az emberiség fejlődés történetében ez egy rendszeresen előforduló valami, a legtipikusabb a ipari forradalom volt, és a mezőgazdasági munkáknak a radikális csökkenése 100-150 évvel... Már említettük, akkor a Lioni Takács lázadását, ugye? A 100-150 évvel ezelőtt a lakosságnak túlnyomó többsége, 80-90%-a valamilyen módon a mezőgazdasággal foglalkoztatva. Ma ez fejlettebb országokban 3-5%-ra csökkent, és az emberek sok-sok személyi tragédiával, nyomogussággal is körítve kerültek át az iparba, és később a szolgáltatásra. Tehát a családok felbomlásának ez az egyik útja, a városba költözés, a mezőgazdasági munka elvesztése? Sok minden következmény van. A családügyek azok bonyolultabbak. Visszatérve erre tehát, a nagy probléma az, hogy olyan munkák szabadulnak föl, amelyeknek a munkavégzők, amelyek mögött álló munkavégző képesség az nem elegendő ahhoz, hogy a többi foglalkozási ágban tudjanak működni. Ez Magyarországon is így van. Egyre több hely van, ahol munkaerő hiány jelentkezik. Keresnek munkaerőt. Az autógyároknál már ez egy probléma, de ugyanígy az egészségügyben is, és sor más területen is szakképzett és a munkában fegyelmezett munkáértnak a tartalmáért avatott módon elkötelezett emberekben már itt Magyarországon is égető, szorító hiány van. Miközben ugye a lakosságnak egy elég jelentős százaléka, hát folynak viták, hogy ez 20-40%, munkanélküli vagy segélyeken tengődő és reménytelen állapotokban élő ember. Ez Magyarországon 3-4 millió ember. De igen, jelent. Azt mondom, hogy 20-40%, 10 millióhoz számolva. Ugye egy olyan országban, ahol ugyanakkor a 10 millió emberre van 3,2 millió személyautó. Úgyhogy a különbségek, a szakadék az nagyon sok területen már most jelentkezik. Na most mi lesz 10-20-30 év múlva,
ezt így senki nem tudhatja. Az én életemben a magam tevékenységének jelentős része az nem létezett akkor, amikor én fiatal voltam. Nem volt félvezető, nem volt számítógép, és nagyon sok mindent fel tudok sorolni. Olyan képesítést tudtam szerezni, alapképesítést, hogy szellemi készségeim lehetővé tették, hogy lépést tartsak ezzel az akkor be nem látható fejlődéssel. Az eredeti képzettsége Vámos Tibornak villamosmérnök? Nem, gépészmérnök. Gépészmérnök. Villamosmérnöki kar utánam jött a műegyetemen, addig 49-ig, ez én abszolutóriumot még a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem származik 49-ből, akkor gépész B tagozat volt, tehát egy erősebb villamos tagozat, de tulajdonképpen ezekről a dolgokról, amik ma eszközök, közönséges eszközök, nem is lehetett szó az egyetemen. Most ahhoz, hogy a politika meg tudja oldani a milliárdos nagyságrendű munkanélküliség problémáját, ehhez a tudománynak is hozzá kellene járulni, hogy fölmutasson módszereket, hogy hogyan lehetne akkor megszüntetni ennek a hatalmas, képzetlen munkanélküli tömegnek az emberi társadalmi problémáját. Nem ott van a kérdés, azt tudom, a politikánál van a kérdés. A pedagógia a világban és nálunk is nagyon sok csoport és személyre szóló eszközt és módszer dolgozott ki arra, hogy az embereket följebb emelje, hogy készségeket adjon az emberek kezébe, hogy olyan szellemi uralmasságot és bizonyos mértékig még kézügyességet is, tehát alkalmasságot arra, hogy lépést tartson azzal, ami még nem tudunk, de jön. A politikának azonban rabszolgákra van szüksége. Ez egy régi dolog, ugye? A rabszolgatartó időkben, tehát az antikvitásban, a háborúk elsősorban emberanyag szerzésért folytak. Tehát azért, hogy rabszolgáik legyenek, akik kiszolgálják. Nos, a mai politikának az a célja, hogy kialakítson egy olyan rabszolga réteget, amelyik nem tud gondolkodni, és könnyen befolyásolható a politikai hatalom kezében. Ha nem ez lenne a helyzet, akkor nem össze-vissza centralizáló intézkedések lennének, hanem nagyon mély kísérletező, kutató, szakemberekre támaszkodó, azokat megbecsülő, azokat fölkészítő munka. A egyik legjobb példánk Finnország, ahol a társadalom legmegbecsültebb rétege a pedagógus, és ahol annak ellenére, hogy nemzetközi összehasonlításban tényleg csodálatra méltó eredményeket értek el, úgy gondolják, hogy ez sem elegendő, és jelenleg egy hosszú távú felkészítő munka folyik a finn pedagógiában arra, hogy megújuljanak, tovább tudjanak lépni. Tehát a képzetlenség, a munkanélküliség felszámolásának a jövőbeni kulcsa az oktatás? Az oktatás, az életpálya során való nevelés, a készségeknek a nevelése, a gondolkodásra, a kritikus, változó gondolkodásra való nevelés. Ennek az oktatási rendszernek az egyik kulcskérdése a számítógépes készségek kifejlesztése, az ezzel kapcsolatos tudásnak akár az óvodában való megszerzése? Ez olyan eszköz, mint az írástudás. De a mai pedagógia
Nem úgy beszél írástudásról, mint beszéltünk évtizedekkel korábban, amikor valaki le tudta írni a nevét, vagy ki tudta betűzni azt, amit elétettek szöveget, hanem szövegértésről van szó. Ugye ezt magyar pedagógiában is egy erősen használt szó, összehasonlítási alap, nemzetközi vonatkozásokban is. A szövegértés valami egészen, nem is annyira azt mondhatnám, hogy más, mint inkább magasabb színvonalú valami. Értésre kell nevelni az embereket. A jövő társadalmában, tehát a mai szociológiai fogalmak szerinti társadalmi rétegződés megszűnik, vagy alapvetően megváltozik, és az emberek többsége értelmiségi foglalkozású lesz? Nagyjából így van. Nagyjából így van, ehhez tartoznak azok a rétegek, amelyek valamilyen módon elmaradnak, akiknek a problémája egyrészt szociális kérdés, ugye ez ma is fönnáll, csak nem olyan mértékben. Az a kérdés, amit egyes politikai körök és jóindulatú körök is a feltétel nélküli alapjövedelemmel próbálnak megoldani, tehát mindegy, kikapcsolják az embereket a társadalmi ellátásának a feladataival, passzívvá teszik őket. Éppen ezért nagyon kérdéses ennek a bevezetése. Mindenképpen egy más színvonalú emberiségre van szükség. Ennek is ott vannak a gyökerei korábbiakban. Ugye amíg egy szántóvető ember, akinek nem volt, aki esetleg jobbágyként, de mindenképpen valamilyen alávetett szituációban művelte a földet, az nagyon nehezen tudott beilleszteni a esztergák és marógépeknek a 100 évvel ezelőtti világába. Zeneszünet, akkor kérem, a harmadikat nevesítse Vámos Tibor, hogy milyen zenét választott. Igen, Messiaent választottam. Messiaen szintén, hát félig meddig kortárs zene, nem nagyon régen halt meg, és működésének többsége egyházi zene volt. A Turangália egy különleges ékszer ebben az életműben, amelyiknek a többsége viszont a szerelemről szól. Engem megindított. Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat Vámos Tibor akadémikussal.
A Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Intézete az ön gyermeke, az ön tudományos munkásságának a főterepe. Jelenleg a korábbi nemzetközi sikerekhez viszonyítva három területen elismert, jó állagúak az épületek, magánnyugdíjbiztosítás megbízható. Azonban korábban a STAKI angol szótár nagyon keresett volt az interneten, és ma is az. Vannak jelenleg olyan tudományos kutatások az intézetben, amelyek nemzetközi elismerésre tarthatnak igényt? Ez az előző felsorolás, ez nagyon kedves karikírozása volt a helyzetnek. Azt mondhatnám, hogy más súlya van annak, amit most csinálunk, mint korábban. Korábban egy zárt világrendszerben dolgoztunk, és az volt a fő feladatunk, hogy ezt a zárt világrendszert szellemileg és eszközökkel is nyissuk, és be tudjunk kapcsolódni valamennyire a világ mozgásába. A mai feladat más. Minden egyes intézmény, ami a világban működik, az egy nemzetközi együttműködésben, nemzetközi versenyszférában tevékenykedik, ott kell, hogy megállja a helyét. Nos, azt, aki nagyon szépen megállja a helyét, magyar intézmények között kimagaslóan vesz részt a különböző nemzetközi, nem csak európai, hanem amerikai, japán projektekben. Neves japán cégekkel konkurálva például adunk szoftvertámogatásokat a magyar STAKI eredményeket alkalmazzák az Egyesült Államokban a repülés technikai kutatásokban, részei vagyunk ilyeneknek, és a magyarországi és nemzetközi közlekedési tudományos problémáknak egyik legjobban elismert centruma a STAKI, elsősorban Bokor József akadémikus vezetésével. A különböző vegyes, nagyméretű szolgáltatórendszereknek a modellezésében, tehát olyanokban, amik nagyon változatos termékeket állítanak elő, nagyon változatos anyagokkal, nagyon változatos piacok és változó piacok számára. Ezek óriási, lényegében véve matematikai, logisztikai problémák. Ezeknek a megoldásában a Monostori László akadémikus, aki egyébként most az igazgatója a STAKI-nak, vezetésével szintén egy nemzetközi súlyú társaság működik. Ő nekik van például a Hitachival egy olyan lényeges kapcsolatok, amiben a Hitachi a saját fejlesztőivel szemben ezt a társaságot választotta. De ez két példa. A alakfelismerési problémák, azok az automatizálásnak alapkérdései. Tehát a különböző érzékelőink, látásunk, hallásunk, tapintásunknak az olyan jellegű szellemi összegezése, hogy ezen keresztül fölismerjük a tárgyakat, képződményeket, és tudjuk azt, hogy milyen robotirányítást kell ezekkel kapcsolatban alkalmazni. No, ez az alakfelismerési, alakzatfelismerési kutatás szintén nagyon erős. Van egy nemzetközileg jól elfogadott és működő csoportunk, kitűnő matematikusokkal az nagy adattömegek feldolgozásában.
ez a big data probléma, amikor sok milliós és milliárdos adattömegeket kell úgy feldolgozni, hogy abból ki lehessen emelni a lényeget. Például egy járványnak a terjedését, egy új terméknek az elterjedését, új szociológiai alakzatokat, az előbb volt szó arra, hogy változik az társadalom összetétele. Nos, az ilyen jellegű kutatások szintén azt, akiben előkelő helyet kapnak. Ez csak egy nagyon rövid felsorolás volt. A szocializmus időszakában tehát a STAKI, mint tudományos intézet, elsők közé tartozott, aki Nyugat-Európa irányába nyitni tudott a tudományos kutatások vonatkozásában. Most azt mondhatjuk, hogy a tudomány a globalizációnak az egyik élvonalába tartozik, és ezen belül a STAKI képes fölzárkózni ehhez a globalizált kutatáshoz? Abban élünk. Az életterünk, hogy úgy mondjam. A háborúra való készülődés mindig kiváltja a kormányok aktivitását a tudományos kutatások támogatásában. Ez így volt akár a atombomba esetében is. Az Európai Uniónak szüksége van háborús pszichózisra ahhoz, hogy támogassa a tudományos kutatásokat? Vagy van egy önfelismerő rendszere, és ezt háború nélkül is képes megtenni az Unió? Azt hiszem, hogy van önfelismerő rendszere. Persze az országok politikai irányításában a demagógiának, populizmusnak, mint láthatjuk, óriási és romboló szerepe van. Nos, a demagógiát természetesen populizmust felhasználják a háborús pszichózis keltésére, és annak magyarázatára, hogy miért kell ezzel vagy azzal foglalkozni. Ez bennünket azért nem nagyon érint. Hát először is Magyarország jelentéktelen katonai erőt képvisel, része egy nagyon nagy katonai erővel rendelkező szövetségnek, a NATO-nak, inkább kívülről piszkálják Magyarországot arra, hogy többet költsön a katonai fejlesztésekre is. Kedves hallgatóink! Vámos Tibor 90 év alatt sok társadalmi rendszerváltást megélt. Vannak olyan korszakok az életébe, amit szeretne kitörölni, elfelejteni? Nincs. Nincs. A szörnyűségeket éltem át, jó dolgokat is. Ez mind hozzátartozik az életemhez. Az ember a saját életét ne tagadja meg, és ne próbálja kitörölni. Nem is lehet. Úgyhogy jobb megbarátkozni az embernek a saját koraival, legfeljebb próbáljon egy kicsikét két dolgot. Az egyik az, hogy azért előre tekinteni, ha lehet, akkor a jövővel is foglalkozni, és azt előkészíteni, aki tudományos pályán van, annak különösen ez a feladata. A másik az, hogy megőrizni, amennyire lehet a függetlenséget a napi áramlatoktól, és azon a saját úton haladni, amit érdekli, és amit a maga világnézetében erkölcsösnek tart. Ma Magyarországon a tudományos kutatások a társadalmi fejlődést támogatják, vagy a kormányzat szempontjából a tudományos erők, emberek, akik kutatók, a napi kormányzat politikai eszközei. Elég bátran azt állíthatom, hogy a magyar kutatásnak és tudományos életnek az értékes része az azt teszi, amit lehetősége van teremteni, anyagi és egyéb korlátozó tényezők figyelembevételével,
és még azt is jóra próbálja felhasználni, amivel esetleg nem teljesen ért egyet a finanszírozóknak a szándékaival. Tehát persze, hogy minden rétegnek van alja, minden rétegben van olyan társaság és olyan emberek, akik nem igazi eredményeket érnek el, és megpróbálnak más eszközökkel előre jutni. Ez is jelen van némely vonatkozásokban, még támogatást is kapnak, de ezek általában nem a technika területén, hanem társadalomtudományokban és társadalmi kérdésekben. Hallgassuk meg negyedik kiválasztott zenéjét Vámos Tibornak. Jól tudom, ez egy Bartók? Bartók, igen. Hallgassuk meg együtt. Kedves hallgatóink, utolsó kérdésem a mai adásban Vámos Tiborhoz, hogy Kornai János egy levelet írt Vámos Tibornak, mégpedig a 90. születésnapján ismertették ezt a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében, amiben azt írta, hogy Vámos Tibor nagyon korán felismerte az informatika lényeges gazdasági szerepét. Mi a viszony az alapkutatások és az alkalmazott tudományos eredmények között? Azt hiszem, hogy a két fogalomrendszer nem jól szétválasztható. Általában fogalmakkal baj van. Erről sokat írtam. A fogalmak összefoglalnak bizonyos dolgokat, általában célirányosan, és azokba kapaszkodni, mint érvekbe, eléggé kérdéses. Ez vonatkozik az alap és alkalmazott kutatásokra is. Kétségtelen, hogy van olyan kutatás, amit konkrét céllal, konkrét elképzeléssel indítanak, és vannak olyan kutatások, amik az emberi kíváncsiságot, a tudomány öntörvényű haladását szolgálják. Ezek részben attól függenek, hogy kik művelik, mert különböző a tudományos kutatók személyükben is nagyon különbözők, a legnagyobbak is. Ugye Neumannról beszéltünk. Neumannt akár alkalmazott kutatónak is mondhatnánk, ha durván egyszerűsítünk, és ő neki nagy érdeklődése volt a tudomány alkalmazása irányában. Matematikus, nagy matematikusok másik része az olyan matematikai területek iránt érdeklődik, amik a matematikában és esetleg annak a más természettudományos hátterében nagy összefüggéseket találnak. A hosszú távú gyakorlat azt mutatja, hogy mindazokat, vagy legalábbis döntő részben azok a területek,
amik alapkutatási jellegűek voltak, és mondták, hogy ez soha alkalmazásra nem kerül, azok nagyon gyakorlati alkalmazásra kerültek. Ilyen például a matematikában a számelmélet, ami a titkosításnak ma egyik alapeszköze. De hát sok minden másra is alkalmazható. Alapkutatásra azt szoktuk mondani, hogy az tényleg az emberi kíváncsiságnak, nagyon jó értelembe vett kíváncsiságnak a kielégítése. Nagyon sok olyan alaperedmény született a tudomány történetében, amelyek viszont egy-egy konkrét cél irányába indultak el, és egész máshol jöttek létre az eredményei. Biológiai kutatásokban nagyon sok ilyen jelenség van. Általában a kutatás kicsit hasonlít a természethez. A természet sok rétűsége, variabilitása az, ami a természetet olyanná teszi, amit mi természetnek nevezünk, és a mesterséges ültetvényekről a végén kiderül, hogy visszafogják tulajdonképp a fejlődést. Nagyon sok magot kell elültetni ahhoz, vagy szétszórni ahhoz, hogy ebből vagy abból most vagy később valami hasznos kinőjön. Úgyhogy én ezeket a klasszifikáló címszavakat igyekszem kerülni. Nagyon örülünk, ha valami hasznossá válik. És nagyon érdeklődéssel kísérjük azt, ami kíváncsiságunkat úgy elégíti, hogy kiderül, hogy az közhasznú is lehet. Kedves Ámos Tibor, köszönjük, hogy eljött a Civil Rádióba, és egy órát beszélgethettünk önnel. Szeretnénk, ha egy újabb órával megajándékozná a hallgatóinkat, és egy későbbi időpontban föltehetném azt a még hátralévő körülbelül 15 kérdést, amely bizonyára olvasóinknak is az érdeklődését szolgálja. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért mai adásunk. Várjuk Önöket a jövő hétfőn is, 20 órakor. Itt ez volt a Civil Rádió FM 98. Tóth Zoltán, a műsorvezető, elbúcsúzik Önöktől. Találkozunk jövő hétfőn 20 órakor. Olvasókör. Zenés barangolás saját és mások olvasmányaiban. A Civil Rádió FM 98 műsorában. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.